Egy részlet a Pécsi Tandem Színház előadásából, amit kedden mutattak be a harmadik színházban. A társadalmi problémák, tabu témák bemutatását felvállaló független társulat az alkoholizmust járja körül ebben az előadásban. A darab végén pedig szakember bevonásával beszélgetnek a közönséggel az adott problémáról. Két hónapja jelent meg egy WHO kutatás, amiben Magyarország a teljes felnőtt lakosságra vetítve világelső a kockázatos alkoholfogyasztók, illetve alkoholisták számában. A 15 évnél idősebb férfi lakosság több mint 37%-a magas kockázatú ivója alkoholista. Tehát belegondolunk, hogy szinte minden második férfi. Ez egészen elképesztő, ha belegondolunk, hogy ez mennyi problémát okoz, milyen következményekkel bír, elképesztő. Mondja a szakember, aki szerint ezért lehetnek fontosak például az ilyen színházi előadások. A függőséggel küzdők még maguk előtt is nehezen ismerik be betegségüket, pedig ez az első lépés a megoldás felé. A szakember azt mondja, a gyógyulásban is segíthet később a színházi közeg. Az Indít közalapítványban is közel 10 évvel ezelőtt képeztünk színházterapeutákat. Az ilyesmiről szól, feldolgozunk egy szöveget, eljátsszuk az embernek, ki kell lépni a fényre, meg kell mutatni magát, beszélni kell az érzéseiről. Igen, tehát azt gondolom, hogy amikor nehéz beszélni, amikor így nem találjuk a szavakat, akkor egy kicsit rávezetésként lehet találni olyan, nevezzük művészetterápiás módszereknek, amik segítenek az embert megnyitni. Szemelyec doktor szerint jelenleg komoly népegészségügyi probléma a függőség, így az alkoholizmus is, ami megjelenik a hazai családok mindennapjaiban. Ezért kellene kidolgozni Magyarországon alkohol, illetve drogstratégiát. Ezekkel lehetne egy olyan összehangolt cselekvési tervet alkotni, amivel sikeresen vehetnék fel a harcot a különböző függőségekkel a szakemberek.